Na, megyünk a stemplezére, gyerekek, megmutatjuk nektek, hogy mi van a kacsákkal. Itt közben fociznak a fiúk. Őszies idő van, megmutatjuk nektek Augsburgnak az egyik tavas részét. Bicsike. Jelentkezünk a tótól. Na, itt vagyunk a mezőnél. Erdő mező. Törökök szoktak itt grillezni. Ugye, Ricsike? Itt, vagy ez nem az, a török füvek? Ez még nem a török füvek. Még nem a török fű. Hú, várja, valaki jön biciklivel. Megmutatom a bugákat a másik oldalon. Itt meghagytak egy csomó bugát, olyan szép. Ez nem is buga. Hát én ezt ilyen bugának nevezem. Nézd meg, milyen vagány. Ez ilyen tüskös szar. Száraz virágcsokorba is föl lehet használni. Azt be lehet festeni színezékkel. Tényleg vicc nélkül. Ez ilyen pánkot. Annak idején a keresztanyám ilyeneket csinált régen. Tök jók. Én ezt bugának hívom. Nyilvük tüskös szarnak. Itt szép fasor van, úgyhogy megyünk befelé a tóhoz. Az útról lehet, hogy be kéne mennem, mi? Még mielőtt elütnek. Milyen szép hasogatni. Őszies, de áll a levegő, nincsen hideg. Levelek. Színes levelek. Hierbst. Ilyen göcsörtös fák vannak. Hát, nem mai csirkék ezek a fák. Ugye, Ricsi? Kicsit sétálgatunk, megmutatjuk nektek a tavat. Ugye? Hát. Aztán elmegyünk a Luliékhoz látogatóba. Régen nem voltunk náluk. Jaja, Luliák látogató. Igen. Tehát biztos volt nálunk is egy-két esemény, ezt elmesélnek. Hát, reméljük. Biztos van mit mesélni. Na, majd kiderül. Na, akkor megérkeztünk az erdő széléhez. Ott van a tavunk. Látszik a víztükör. Ricsi már megy a tó felé. Ilyen táblák vannak kirakva. Á, itt már van a ilyen tükörtiszta, szép víz folyik itt. Ez ivóvíz minőségű. Ugye, Ricsi, ivóvíz minőségű. Védett. Védett az egész. Az egész terület vízügyileg védett. Új, várjál, följövök a mi ez? Kis hídra, innen fölvesszük a szép vizet. Ez megy a Stempelzé felé. Na, megmutatjuk a tavat. Tó. Na, itt is már régen voltunk. Tó, de nincs hó. Szép erdei séta. Szépek a fák. De még zöldek, még itt annyira nem színeződnek a levelek. Hú, a gyökerekre vigyázni kell. Na, én nézzek a lábam elé. Ricsi előre szaladt. Ricsinek tóhiánya van. Lehet, már tele van vadkacsákkal. Vagy vadkacsa? Vadliba. Libanon van. Megérkeztünk, Stempelzé. Ez is városítónak számít, de ez csak ilyen sétálós. Tele van madarakkal. Tele van magyarokkal. De nézd, hogy gyülekeznek a vadlibák. Tele van vadlibával, de jó.
Van egy nagy vadlibánk is itt. Na, várjál, Rihárd, közelítek a kacsákra, libákra. Hattyúnk is van? Nem, az hét tyúk. Odébb szállt. Na akkor, menjünk egy körre. Jobbra vagy balra? Menjünk a körre. Erre? Átmegyünk a kis hídon. Nem szép. Van a kis patakocska. Ah, jó friss a levegő. Óha, de frankon bele lehet látni. Vízbe. Nézd meg, tele van valami növényel az alja. Egész elterjedt. Videón is látszik. Sütlenek, még jobban látszol, de most ilyen sütlenek. Na, így is jó, így is jó. Így is látszik. Mindjárt jönnek velünk szembe, úgyhogy őket nem vesszük föl. Ricsike előre rohan. A tó. Ilyen szép nagy. Hallatszik, hogy a szomszédba fociznak a fiúk. Valami meccs van, vagy csak gyakorolnak? Nem is figyeltem. Ilyen kisebb ligás meccsek vannak. Ja. Vannak mindenfelé erdei utak, lehet tovább menni. Kilométer hosszakat lehet itt gyalogolni benne az erdőbe. Az egy nagy park erdőnek lehet mondani. Városi nagy erdő. Ilyen 3 kilométer hosszú, 1 kilométer széles erdő szakasz, vannak ilyen utak. Zíbent is vált, ugye Ricsi? A hét asztal erdő, igen. Hét asztal erdő. Vált átfordítva. A Ricsi mindent lefordít magyarra. De hát németül is azt néha sem tudom, miről beszél. Hét asztal gerend, mert réges-régen hét kocsma volt. Ebben az erdőben is. Hét kocsma? Ám már csak egy kocsma, van, egy restaurant. Egy van, vagy kettő maximum. Tehát régebben úgy mondva volt hét jelzős öröző, és onnan kialakult egy hét asztal erdő. Hát hét asztalulnak, vagy hét helyre lehet menni. Na, aha. A német logika szerint lehet itt menni, most már csak egyre lehet menni, vagy kettőre maximum. Van egy orosz, meg egy német. Aztán ott lehet csörözni. Jó van, akkor menjünk egyet még körbe. Itt is van egy kijárat. Arra befelé lehet biciklizni. Jó, bementek a libák a közepére, azt alig lehet őket közelről fölvenni. Libanon. Múltkoriban egész itt voltak kint. Úgy megint jönnek emberek. Jönnek a kacsák. Egy magyar szemébe úszó hús. Úszó hús. Ha majdnem. Azért inkább nem enném meg. De a pontyot azt igen, mondjuk itt pont nincs. Hát itt a kacsákban megették a pontyokat. Imád mindjárt még a nap is kisüt. Vaj, jó csönd van. Jó kis tó ez. Bizony. Na, menjünk tovább. Séta. Üldözzük a kacsákat. Szép kis árnyas helyek.
gyűlő. Itt is jól látszik, látod? A vízbe ezek a gaz, nem tudom én, micsodák, el van benne terjedve. Hú, lebukott a, figyeld, a segge látszik ki a hattyúnak. Vízi segge. Kajálja azért moszatokat, hogy tudja mit. Új. Zöldség. Makfa. A mak. De termés van, ott fönt van. Várjál? Itt. Á, itt közel meg tudom mutatni. Itt a magtermés. Szőn. Magfa. Szép zöld színű videó lesz. Oda néz. Farkasok. Wow. Ezek pont olyan csehszlovák farkasok. Igen, igen, az a... Ó, de gyönyörűek, oda néz. Kuk. Itt indiánok is vannak. Menjünk, megnézzük az indián tanyát. Nézzük az indiánokat. Oda nézzetek. De az milyen, milyen hatalmas farkasai vannak. De gyönyörű volt ez a kutya. Csehszlovák farkasok. Na. Ja, itt vigyázni kell, mert ez indián helyiség. Jó, szavarták. Ott is egy nagy, oda is el kell menni. Igen, igen, ez néha egy kicsi, de még nem is nagyon lehet bebújni. Néha. Várjál, elmegyek itt a fák között. Ellopják a magyar embert, a kolbászt. De most fáznak is. Ott is a lakásukba. Ott is elől. Nézd, egy, kettő, ja, meg ja, ott a ott, nagy. Ott. Elterjedtek az indiánok. De tényleg, olyan túró. Összefogták itt az összes rőzsét, aztán... Itt nem eltüzelik a fát, hanem ilyen bunkerokat csinálnak belőle. Húj, itt egy madárház, oda néz. Van benne madár? Menjünk be kávézni. Nem lehet kinyitni. Húj, nem látok bele. Belenézek majd mindjárt. Nem, nem látok benne madarat. Nagyon lent van valószínű, azért nem ment bele. Hú, a Ricsi már előre szaladt. Ricsi már be van zsongva, hogy bemászon a bunkerba. Kicsi. Kicsi? Neked minden kicsi? Miért kicsi ez? Hát ezt kis indiánok építették. Tök nagy. Bah. Másszunk már be. Fújja, hát ez tényleg nem. Még én sem férek nagyon be. Ujja! Oha, te vagány! Egész oda be lehet bújni, de most inkább nem bújok be. Csak nektek mutatom, mi van itt. Főfele. Ágak mindenhol. Szia, Ricsike! Szia! Bebújtam a bunkerba. Jaj, várjatok, ki kell másznom valahogy. Új, nem muszáj mindenhova bemászni a videó miatt. Ilyen hatalmas volt basszus a farkas kutyája. Uh-huh. Ó, de gyönyörűek. Ilyen szép türkizöld, figyeld. Uh-huh. Videón is, Szép a vizet. Oda néz, wow. Itt nagyon tiszta vizek vannak, az a jó itt Augsburgban, wow. Hogy a természetes vizek szinte majdnem ivó víz kvalitéttel rendelkeznek. Hát ivó víz minőség, nem ivó víz kvalitét.
Hát nem lehet belőle inni, de... Hát nem lehet belőle inni, de hogyha lefilterezik, akkor már igen. Akkor lehet. Mert az sincs minden városban, hát itt Augsburgban viszont itt nagyon. Az a fő kincs, uh-huh. Ezek a tiszta vizek, amik mindenhol folynak. És ja, tudták ezt már régebben is, mikor építették a várost. Jön a másik híd, ott is megnézzük, van hallom, hogy csobog a víz. Ott a kocska. Embereket nem veszük fel, csak a vizet. De nézd meg, hogy a videón sokkal olyan türkiszesebb, mint a valóságban. Olyan de, szép, nagyon szép. Ez mint a napsütni. Aha. Nagyon frankó. Na, embereket nem veszük fel. Csak a tavat, mi ez? Patak. A hidacska. Arra folyik el a víz tovább. Ez tudja jótól az év ez a fa. Mi ez, ilyen belógós fa? Hogy hátressek picskével. Egy kis természet. Van benne hal? Hol? Jövök. Hol van hal? Hun. Tükröződik a víz, nem is látszik a hal. Hol látsz te halat? Itt húzkáltak. Várja, kimegyek a másik oldalról. De nagyon tükröződik a... Lát valaki halat? Én még így se. Nem látok halat. Ricsi valahol látott valamit. Kis pontyok voltak. Új. Ponty, ponty. Ott húzik egy. Próbálom videóval. De pont nincs benne a képbe. Nem úszik be sajnos a képbe a nagy ponty. Á, ott van. Már látom? Most beúszott. Próbálunk világosítani. Szuper. Na. Na, van benne sok hal. Csak most pont nem a szélén. Ha még nem halt, akkor van hal. Hal, nincs hal. De jó az a friss levegő. Az ember már befordul a munkahelyén folyton ücsörögni meg. Erdő, mező, mező, erdő, mező, erdő, mező. Embereket kihagyjuk, mint mindig, aztán fölvesszük a kacsákat. Vigyázat, kacsák! Új, lebukott. Hopp, hopp! Kecerészik! De jó! Elcsíptük a kecerészést. Déli mosakodás, vagy mi ez? Jó, hát nem éppen dél van. Fél kettő után jár. Nem félnek. Ugye, Ricsi? Ez nem félős kacsa. Szia, kacsa!
Nagyon szép zöld feje van. Nagyon kuksiz. Na mi van? Mit kuksizó? Mindjárt még támad. Ja, nagyon úgy néz ki. Gondolja magába, erre most olyan szárok, elveszem a hendit tőle, és pirok hendizni. Lehet, hogy valaki állt mögöttem, ki tudja. Lehet, hogy egy farkas. Jó. Az az óriási, ott a másik oldalon, amit az előbb lát. Jaj, de gyönyörűek azok a kutyák. De ott van még az ürge, ott van a másik oldalon, ül a két nagy farkasával. Elúszott a kacsa. Mehetünk tovább. Itt is strandolnak, figyeld, kilógnak valami ágak a vízből, azt itt strandolnak a kacsák. Rajta. El vannak, mint a befőtt. Nagyon jó dolguk van ennél a tónál. Egy újabb bunker. Na lassan megtettük a körünket. Itt vannak a vadlibák. Ricsi, várjál, még egy kicsit ráközelítek itt a vadlibára. Itt szunyókál. Délutáni pihi. Hopp, fölébredt. Na jó, elzavarta a kacsákat. Jön a nagy hattyú is.
Madár paradicsom. Na, Ricsike. Na, akkor megyünk visszafelé, ugye? Idő van. Már zárnak, aztán ott már készülnek. Na, ennyi volt a stámfőzé. Há. Kis séta. Indulás. Indulom, indulom.